Nem, régiben volt egy ilyen esetem, hogy eljött hozzám egy nagyon okos, jó eszű író, akivel történt valami, és nem tudta, hogy mi az. Nem tudott már írni, nem tudott koncentrálni rendesen a saját gondolataira. Az emberekkel, az ismerőseivel gyakrabban hajtott végre negatív cselekedeteket, mint eddig, és úgysem tudott annyira koncentrálni. Visszamentünk az élete szálain, és rájöttünk, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt ő felfogadott egy takarítónőt, aki egy csendes, normális takarítónő volt, jól dolgozott, nem sokat beszélgettek, hiszen a nő csak dolgozott és dolgozott, de hát ez meg az eltűnt az író házából, de hát gondolta, hogy biztos nem ez a nő tette. Aztán kiderült, hogy ez a nő ködöt bocsátott az írógyára, hogy ne legyen figyelmes. És az író figyelmetlen lett, ez emiatt a nő nagyon sok mindent elvitt tőle, még az írói jogai egy részét is el tudta lopni tőle, el tudta adni valakinek. Tehát ez az író nagy bajba került, mert a könyvei honoráriumát nem ő kapta utána. Rengeteg problémája támadt, emiatt a nő miatt, emiatt egy kis egyszerű nő miatt, aki fogta és bemágiázta. Tehát erre vigyázzunk, hogyha ilyen gondolataink támadnak, hogy ködös az agyunk, vagy érezzük is, hogy van benne valamilyen köd, nem tudunk rendesen gondolkodni, az érzelmeink sem élesek, akkor gyanakodhatunk erre is, hogy valaki ránk bocsátott ködöt. Jó, ezt úgy hívják, hogy gaslighting, vagy gaslighting angolul, és ebben a helyzetben tart bennünket, hogy ne értsünk semmit, ne is érdekeljen semmi, és ő közben szabadon garázdálkodhat a mi életünkben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, viszontlátásra!